Bátorság és vállalkozó kedv kell ahhoz, hogy április 19-én a Félelem arénájában kipróbálhassák erőllétüket, ügyességüket azok, akik a negyedszer megrendezendő eseményen részt vesznek. A pályáról, az akadályokról a két főszervezőt kérdeztük. Három ülői fiatalember, Dobsa Ernő, Mayer Viktor és Németh Sándor fejéből pattant ki ez az ötlet, hogy a helyi fiatalokat meg kéne egy kicsit mozgatni, és nem a szokásos módon, hanem egy picit extrémebb módon. 5-6 éves kortól egészen 99 éves korig lehet jönni. Immár második éve leszünk kint az erdei szabadidőparkban, Hajcsár utca végében, és ez április 19-én lesz, reméljük akkor jobb időnk lesz, mint most. Programnak tétje nincs, az a tétje, hogy mindenki legyőzze a félelmét, és a végén egy kis érmet kap, csokoládét kap, és ajándékokat kapnak. Idén is a helyi vállalkozók támogatják a rendezvényt, és az ő segítségükkel tudunk a végén egy kis ajándékcsomagot adni a gyerekeknek. A program az teljesen ingyenes, jelentkezésmentes, mindenkit várunk sok szeretettel. Milyen jellegű pályákkal fogják várni a fiatalokat? Nagyon vegyes pályák lesznek szintén, mint minden évben. Főként egyensúly, illetve ügyességi feladatok lesznek, illetőleg már tavaly is kipróbáltuk a memóriát bele rakni ebbe a történetbe, és elég jól sikerült, elég sikeres volt ez is. Az első évhez képest mennyire bővült ki a pálya szerkezete, nehézsége? Méreteiben mondhatom azt, hogy nagyjából a háromszorosa, mint ami eddig volt. Nehézség az egy picit vegyesnek mondhatom, mert beleraktuk az olyan jellegű akadályokat, ami szintén nehézségi fokkal bír, de már az óvodások is meg tudják ugrani ezeket a feladatokat, illetve a nehezebb feladatoknál pedig a segítők segítik a kicsiket. Lesznek külön pályaszakaszok, amik a különböző korosztályoknak szól, vagy mindenki egy pályán mehet majd végig? Egy pályán tudnak végigmenni, a kicsik, nagyok, felnőttek, viszont a pályákon belül vannak nehézségi fokozatok. Igen. Mennyire tudják a kinti, úgymond erdei parkot kihasználni erre a programra, tehát mennyi lehetőség van benne, lehet esetleg még bővíteni majd a programot? Teljesen kimaxoljuk az erdei parkot, sőt, még fűszerezzük is némely olyan dolgokkal, ami nem tartozik a partnak a lehetőségei közé. Mind a mellett, hogy drasztikusan belenyúlnánk a park szerkezetébe, inkább bővítjük a területet, illetve az akadályoknak az elhelyezését. Miért volt fontos ennek a programnak a létrehozása? Miért volt fontos, hogy meg legyen szervezve? Hát az eredeti ötlet az nagyjából onnan pattant ki, hogy így a szervezők többnyire, mint valamilyen szinten edzői munkát végzünk, és a gyermekeknek a mozgás koordinációján vettük észre, hogy hát nem a legtökéletesebb. Tehát ezeknek a gyerekeknek főként azok a mozgás kultúrák hiányoznak, ami még a mi gyerekkorunkban megvolt, ez a fáramászás, árokba ugrálás, stb. És megpróbáltunk egy olyan keresportot létrehozni, ami egy picit újdonság, és mindenkit megmozgat. Ez volt így az eredeti ötlet. Aztán Mayer Viktor barátunk, szervezőtársunk egy hasonló jellegű dologgal foglalkozik, csak kicsit magasabb szinteken, és tehát ővele leülvén lett ez az ötlet így kialakítva, és egy elég komoly baráti kör mögé állt ennek a történetnek, és az ő segítségükkel tudjuk ezt ilyen profi módon megszervezni. Van esetleg valami különlegessége ennek az évnek? Van valami olyan, ami eddig még nem volt? Hát ezt inkább meghagynám meglepetésnek, jó?